Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy hétvégi szerelmi jóslás, péntek, szombat, vasárnap. Megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák, milyen változások lesznek a hétvégén. Péntek. Pénteken megjelenik itt az ördög. És nem szabad az ördögöt a falra festeni, mert akkor megjelenik. Tehát ügyeljünk a gondolatainkra és az érzelmeinkre. De az ördög lehet egy személy is, aki úgy kopogtat az ajtón, akiben nem lehet megbízni. Lehet, hogy nála, ennél a férfinél vannak ezek a témák, hiszen itt a háttérben látható, hogy voltak nála kihívások, viták, veszekedések. Lehet, hogy egy nő megjelent az életében, mint egy szimbolikusan gondolom, mint egy ördög, és ez egy nagy kihívás volt számára, de itt megjelenik a győzelem. Ha te egy hölgy vagy, akkor a gondolataidban ott vannak a kelyhek, és ez a kártya szimbolizálja az álmaidat, meg az elképzeléseidet. De itt elég sok kehely van. Ez lehet például egy gondolat, hogy szeretnéd azt, ha lenne nyereség, hogy jólétben tudj élni, hogy éld a hivatásodat, hogy rendeződjenek a családi kapcsolatok, hogy szerencséd legyen a szerelmi élet területén. Tehát több kívánság van. Ezt megengedheted magadat, és higgy abban, hogy ez megvalósul. De a kelyhek közül válasz egyet, ami most fontos, és arra kell odafigyelni. Szombat az itt látható. Ez a férfi szorgalmas, sokat dolgozik. A baj csupán az, hogy kevés a fizetés, nem kapja meg az elismerést, és itt a főpapnő jósolja a jövőt, és megjósolja azt, hogy itt összeomlik valami. Vagy ő nem érzi jól magát, betegeskedik ebben a helyzetben, vagy lesz egy munkahelyi változás. Ami látható már a vasárnapi napon, hiszen itt a 10-es szám jelent egy új kezdetet, amikor egy új periódus kezdődik az életetekben, és itt az érmék jelentik az anyagi biztonságod, jelentik a szerencsét a munkahelyen, egy új kezdet. Azon kívül utalnak a föld elemére, a reális dolgokra. Itt kialakul a családi kapcsolat, vagy szerencse a párkapcsolatban, egy stabil párkapcsolat. Ha te egy hölgy vagy, akkor te vagy itt a királynő, és a kezedben az arany érem jelenti az értékeket, a saját értékeidet is. Azon kívül odafigyelsz az anyagiakra, a munkára, a hivatásra, hiszen szeretnéd elfoglalni a helyedet, a lehetőségek megvannak, hiszen itt trónolsz. Te veszed a kezedbe a dolgokat, irányítod az eseményeket, de a királynő azt jelenti itt, hogy légy azért még kicsit türelmes, ne siessd el a dolgokat. És ez volt a hétvégi szerelmi jóslás. Amennyiben tetszett a videó, örülnék annak, ha lájkolnád, és ha jelentkeznél a csatornámra, köszönöm szépen. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!